Máté evangélium a 13. részében gyűjtötte össze a szerző az Isten országáról szóló példázatokat, és ezek között több a mezőgazdaságból vett kép a magvetéshez kapcsolódik. Ismert a jobban ismert az a példázata Jézusnak, amelyben a magvető bőkezűségéről akar üzenetet mondani, nyilván az embert megszólító Isten nagyvonalúságáról szól az a példázat, a magvető, mely szórja a magot, és némelyik mag az útfélre, más a tövisek közé, harmadik a keskeny földrétegbe hull, és ezért a mag sorsa bizonytalan, sőt, biztosan nem jó irányba fejlődik, és minden negyedik mag hull jó földbe, ami aztán 30-60 vagy 100 annyit terem. Ezt a példázatot Jézus a nagy tömegeknek mondta. De amikor bevonultak pihenni vagy félrehúzódni a világtól a tanítványai egy házba, akkor mondott nekik még egy példázatot, és ez pedig a konkolynak a példázata, ami arról szól, hogy egy gazda gondosan jó magot vetett, de éjszaka valamelyik ellensége konkolyt szórta búza közé, és viszonylag hosszú idő múlva a már föld kérgen átbújó növény, sőt, annál is tovább a kalászba forduló növény időperiódusában derült ki, hogy megtörtént ez a súlyos terrorakció a föld ellen, és a naív munkatársak azzal álltak elő, hogy most elszaladnának kiszaggatni a konkolyt. A gazda pedig azt mondja, hagyjátok, ne nyúljatok hozzá, mert még kiszaggatjátok a konkolyt, a közben kirángatnátok a búzát is. Azt a részét nem szoktuk hangsúlyozni, pedig ez az egyik értelme a történetnek, hogy miért nem akkor vigyáztatok, amikor jött az ellenség és beleszórta a konkolyt. Ugyanis a munkatársaknak ez is dolguk lett volna. Mióta világ, vannak dinnyecsőszök például, mert ellopják a dinnyét, aztán hát ott, ahol kevés volt a termőtalaj, jöttek, akik behányták kővel a másiknak a földjét, az ellenség is ezt nagyon gyakran megtette. Vagy még szegény Sámsonról is tudjuk, hogy képes volt rókákat engedni a filiszteusoknak a vetésébe és fölgyújtani. Tehát a terrorakció az nagyon mindennapos volt ezelőtt 2000 évvel is azon a vidéken, és a gyújtogatás vagy a kártétel az mindennapos volt, és a munkatársaknak nem a mag kikelése után kellett volna kapkodni, hanem valamilyen őrszolgálatot biztosítani, hogy ne jöjjenek oda a konkolya. És ez a konkoly kétféle formáját is említi a Biblia, az egyik a szíriai ördögszem néven ismert a növénytamban, amiről beszél Jób könyve is, amikor Jóbot vádolják a barátai, hogy biztos ő szúrta el a dolgokat, és ezért éri annyi csapás, kegyes volt, és bántotta a szegényt, nem adott a koldusnak, képmutatóan élte a hitéletét, akkor Jób megvédi önmagát. És a végén egy átkot mond önmagára, és azt mondja, hogy ha például, ezzel fejezi be ezt a monológot, sok haval kezdődő mondata van, de az utolsó ez, hogyha olyan földem lenne, amit nem fizettem meg, vagy valakit lehetetlenné tettem azért, hogy megszerezzem a földjét, vagy nem fizettem volna annak, aki a földemen dolgozott, és kizsákmányoltam volna az alkalmazottakat, akkor a búzám teremjen tövéset, és az árpám konkolyt. Tehát
szíriai ördögszemet teremjen akkor. Most ez a konkoly, amiről Jézus beszél, a másik neve pedig bódító vadóc, valami ilyesminek fordítja a szakirodalom, egy búzához és a kalászhoz nagyon hasonló növényt termel, a magja valamilyen fajta kábítószer, hány ingert okoz, zavaros látásokat okoz, még halált is okozhat, azok körében, akik vagy nem tudják, vagy nem akarják szétválasztani. Ugye az aratás után, mivel a konkolynak kisebb a magja, rostálással ki lehet potyogtatni, egy másik fajta rostával a kisebb magok kihullanak, az a konkoly. Most, ha valaki együtt örli meg és készít kenyeret, akkor minimum berúg egy kicsit tőle, valahol indiánok használják ezt kábítószerként is, de bele is halhat a dologba, és az is a természetéhez tartozik, hogy a gabonának a gyökerére fonja rá magát. Tehát jól mondja Jézus, miközben a rossz növényt rángatjuk ki, magával rántja a jó növényt is. Ilyenkor már nincs mit tenni, hagyni kell a kettőt nőni az aratásig, illetve a cséplésig, mert akkor lehet utána a rostálással a kettőt külön választani. Na most személyek-e, vagy irányzatok azok, amik így együtt nőnek? Ez is kérdés. A történetnek a vizsgálása során akár egyik, akár másik. Azt kell látni, hogy egy olyan világban élünk, ahol viszonylag nehéz kezdetben különbséget tenni a jó és rossz gondolatok közt, mert megtévesztően jó gondolatok közé keverednek, illetve a jó gondolatok közé keverednek megtévesztő gondolatok, amelyek végeredményüket tekintve nem jók. Tehát, vagy mit tudom én, például jó gondolat az, hogy a város legyen takaros, rendezett, és az emberek jól érezzék magukat benne. De ha ez úgy érhető el, hogy bűnösnek nyilvánítjuk a hajléktalanokat, üldözzük őket, kiüldözzük őket, először a padokról, aztán a maguk kis kaibáiból, és mindezzel azt akarjuk elhitetni, hogy a turisták, illetve a szorgalmas rendezett körülmények között élő lakosság igényeit valósítjuk meg, akkor ez a konkoly belekeverése a búzába, és hány inger lesz a vége, és fejfájás, és rosszul lét, és halál esetleg. Vagy ugyanígy, hogyha azt hirdetjük, hogy vissza akarjuk szorítani a dohányzást, amely halált okozhat, és ezért lecsapunk, elvesszük a kisadi rokkantaknak a trafikját, és odaadjuk cimboráinknak, kilóg a lólába dologból, hogy kiszorítottunk valakit a piacról, ugyanígy a játékgépekkel, amit nagyrösszel ugye összetörettünk, elvetettünk, majd kis idő után szép csendben visszalopjuk és odaadjuk olyanoknak, akik ebből hasznot remélhetnek, akkor belekevertük a képmutatást, a megtévesztést egy egyébként nagy általánosságban helyeselhető üzenetbe, és a végén azoknak a gyomra is forog, akik mondjuk elkötelezett hívei a dohányzás tilalmának, mondjuk például, mert ők passzív dohányosként is szenvednek, de ilyen áron nem akarják. Vagy nem szeretik, hogy családapák, gyerekek a pénzt játékgépekre töltik, de ilyen áron ne csapjanak be, és ne tévesszenek meg bennünket, és ezek még csak a játékos és egyszerűbb dolgok. Tehát a konkoly búza közé keveredése az mindig veszély, és utólag azt kiabálni, hogy akkor jó, akkor most elmegyünk, és
külön választjuk a konkolyt a búzától, az már olyan akció, ami szinte kivitelezhetetlen, illetve olyan általános romlással jár, ami nem gyógyítható. Tehát mindig azt kell megkérdeznünk, hogy miért nem voltunk kellően éberek akkor, amikor a jó mag vetésének ideje volt, és miért csinálunk később úgy, mint hogyha mondjuk a gazda szúrta volna el a történetet, ő teremtett volna olyan világot, amelyikben a konkoly is megjelenik. A példázatokat nem lehet minden tekintetben értékelhetőnek tekinteni, mert egy üzenetük van általában, és nem megfelelő itt felvetni azt, hogy a világ miért ilyen, hogy benne van a megtévesztés is. Nem jó kérdés a miért, vagy ha igen, akkor miért nem harcolunk ellene? Tehát miért nem tesszük meg idejében a megfelelő lépéseket? Mindig azt várjuk, hogy vagy Isten, vagy valaki más, miközben mi alszunk, ugye ez van itt a történet, miközben az emberek aludtak, jött és belekeverte, akkor miért alusznak az emberek, akkor azok az emberek, akiknek valamennyiünk kenyere érdekében virasztani kellene.